Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Elkezdődött az Alakerámia ZTL KK Alba Fehérvár bajnoki mérkőzés. A 24. fordulóban járunk, tehát hamarosan vége lesz az alapszakasznak. Tiszta kékben a vendég fehérváriak, tiszta fehérben pedig a ZTE. És gyorsan a kezdők, először Barnettet még nézzük meg, Holton, aztán Wilson kapja a labdát. Tehát a vendégeknél 3-assal Pongó Marcel, 10-essel Fakuade, 13-asa Lukács Norbert, 23-asa Omenaka, illetve 99-esen Vojvoda Dávid a kezdőben. Egy picit elment a gyűrű töve felé, Takács rádobása, Matea Colner, illetve Alejandro Zubillaga a két mester a fehérváriaknál. Az ET-ben 12-essel Wilson játszik, 23-assal Holton, 25-ös Edi Kózi, illetve 34-essel Takács Martin a kezdőben, de azt nézem, hogy megvan-e mindenki. Nem, egy játékos hiányzik, 12... Ja, Barnettet hagytam ki, elírtam itt a számokat, tehát 21-essel Jordan Barnett. És van egy tripla Pongó részéről, ezzel kezdett a Fehérvár. Megvan a második kosár is. Fakuade egy szép egyéni megoldást követően. Ennek a mai találkozónak azért egyértelműen a vendégek az esélyesei. Volt egy lökés. A Barnett indult el, és elég határozottan állították meg a fehérváriak. Hát az Alba eddig 12-11-jel áll, tehát 12 győzelem, 11 vereség. Az eténél ez a mutató, ez 7-16. És mivel a két rivális együttes tegnap már játszott, megint a gyűrű töve felé ment, aztán Holton most már bepöcizi. Tehát a két rivális együttes, akikkel a ZTE harcban van, hogy elkerülje a playoutot, vagy legalább egy pályaelőnyt kiharcoljon, de hát legjobb lenne természetesen elkerülni a playoutot. Ők már tegnap játszottak, tehát a Paksról, illetve a Pécsről van szó. A PVSK az Osétól kapott ki hazai pályán, 10 ponttal 71-61 lett a vendégeknek. A Deac pedig hazai pályán győzött az Atomerőmű ellen 90-82-re. Vojvoda második dupláját szerezte közben. 2-9, tehát jobban kezdtek a vendégek egyértelműen. De mélyről jött ki. Kózi emelte rá, és még talán belülről a hálót is elérte. A labda, jön Vojvoda harmadik duplája, és gyorsan időt kell kérnie az etének. 2-11, tehát pillanatokon belül 9 pontos előnyt szerez az Alba, és jön az időkérés. Elnézést ezekre a szünetekre, amikor szól a zene itt a csarnokban, muszáj levennünk a hangot, mert a videó megosztó portál lehet, hogy nem csak figyelmeztetne, hanem le is tiltana bennünket. Jártunk már
közel hozzá, hál' Isten még tiltás nem volt. De figyelmeztetést már kaptunk több alkalommal. Takács a labdával, egyébként az Ikertesó az Alba Fehérvárban játszik. Ugye Takács is kölcsönben a szezon végéig van, csak Zalaegerszegen megy majd vissza Fehérvárra. Egy Amenaka falt. Faltokat tekintve 0-2, tehát az Eténél még nem volt hiba ebben a negyedben. Sajnos pont is elég kevés. Egy szép szerelés. Lukács Norbert tudta elhozni a labdát. Fakuade aztán most van az első falt. Takács fogta meg hátulról. A fehérvári játékos derekát alapról jöhetnek majd a kékmezesek. Egyébként a nemzetközi kosárlabdával foglalkozó oldalon néztem, a Fakuade nigériai-amerikai állampolgárként van feltüntetve, Amenaka pedig nigériai-magyarként. Utolsó pillanatban jött egy rádobás, ami nem ment be, a pattanó pedig az etejé volt, aztán Vojvoda nyúlt oda határozottan, Barnett kezére fogott rá egy pillanatra, aztán gyorsan elnézést is kért tőle. Ez volt az első faltja Vojvoda Dávidnak, aki játszott korábban Zalaegerszegen egy rövid ideig. Akkor volt az a igen rossz időszaka az egerszegi egyesületnek. Ez nagyon átlátszó volt. Fakuade csente el, aztán egy zsákolás a vége. Amenaka húzta be laza könnyedséggel. Egyiptomból igazolták egyébként Fakuadét, és néztem róla videókat a mai nap, egy szenzációs dolgokat tud. Wilson szlalomodott át a védőkön, aztán szerzett egy duplát, ez volt a második kettese az Etének, ugye Holtonnak egy pöcizésével, akkor még relatíve jól állt az Ete. Amenaka. Holton. Kózi. Takács. Van egy szabálytalanság. Kinek fújják? Starknak, vagy... Vagy, most meg kell várnom az eredményezőt. Jonathan Stark nevét írják ki az eredményjelző táblára, és ezzel a falttal bónuszba kerül az Ete. 1-4 hibák tekintetében az állás. Két büntetőt dobhat Takács. 4-15 az állás, az ott van a képernyő. Jobb felső sarkában, jó az első. És jó, a második is 6-15, legalább 10-en belülre került az ETE, viszont a vendégek jöhetnek. Stark, Takács Gyötri, egy újabb dupla. Smith. 6-17. Oha. Egy laza zsákolás, Stark. Egy újabb dupla a vendégeknél, 6-19. Hát ez nagyon-nagyon gyenge kezdés az alaiak részéről. Nem gondolnám, hogy erre számítottak. Van egy szabálytalanság, Davis. Ő egyes számmal a pályán. És most jön Takács Martin, Ikertesója, Takács Milán az Albába hetes számmal. Gyorsan kezet is fogtak egymással. Parks pedig büntetőzhet. Hmm.
Még büntetőből sem egyelőre. Horthy, nagy nehezen, Barnett, megvárom, míg kiírják a táblára, én úgy láttam, hogy Barnett pöciszte be, igen, neki adják a pontot. 8-19. Fakuade, ez rövid, a Parks kezébe pottyant a labda a gyűrű széléről, Takács zavarja Parksot, aztán a zalaegerszegi Takács. Parks. Egy zicser. Nincs még duplázó az etében, viszont öt játékos szerzett eddig pontokat. Wilson, Barnett, Parks, Holton, illetve Takács büntetőkből. Most ott van Horthy is. 82-essel. Most lefújják Davis-szel szemben. Faltolt a játékvezetők szerint. Róluk még egyébként nem esett szó, Papp Péter, aki ott van a ZT alapvonalánál. Sőtöri Tamás. A hozzánk közelebb lévő oldalon, illetve a túloldalon Nyilas István, Forrai Sámuel pedig a komiszár a mai meccsen nem ment be. Német Ákos faltolt, folyamatosan cserélnek mind a két oldalon a mesterek, viszont jöhet most két büntető. 3 perc, 6 másodperc van még hátra az első negyedből, és ez volt az ETL harmadik csapat hibája eddig. 10-19-nél járunk, most ezen változtathat az Alba. Egyelőre marad az állás, ha második bemegy, akkor 20-at. 20-nál jár a fehérvári együttes. Takács Milán, az bent van. 20-10 az Albának. Német. Nagy lendülettel ment el Szabó mellett. Horthy. Gyönyörű. Ezt erőből kellett megoldania a Horthy Bálintnak. Egyébként azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy most akit kísérget ott a pályán Horthy Bálint, Szabó Zsolt, a sógora. Ez egy lépés. Szabó Zsolt párja Horthy Dóra, aki zetében kosarazott, Szabó Zsolt azetében kosarazott. Csak más-más csapat természetesen. És mindketten a válogatott játékosok is egyben. Takács. Parks. Nem engedték el befelé, és itt falttal együtt bedobja Parks egy pillanatra. Olyan perzoltáni módra megállt a levegőben, legalábbis úgy tűnt, mint a megállt volna, természetesen nem így volt, de elég hosszan kitartotta a labdát. Így volt a biztosabb. 14-20-nál járunk, és ha bemegy a plusz 1, akkor 5 pontra visszajöhetne az ETE, már miért nem menne be. Parks az egyedüli duplázó. Az etében volt egy duplája, vagy egy kettese korábban, most ez a 2 plusz 1, így 5 pontos. Ő a legeredményesebb, ez a legerszegi játékos. Túloldalon Vojvodának 6 egysége van eddig. Jó a csapdázás. Papp Péter mutatta, hogy marad a labda a kékmezeseknél. 1 perc 51 másodpercről indul majd az óra. Akkor mégiscsak a ZTL jöhet most oldalról. Alapról. Alapról, Barnett. Takács. Még a végén egy tisztes negyedet le is tud hozni az ETE, még hogyha előny nem is lesz belőle, de azok a 11 pontok. Barnettnek borzasztó jó keze van. Megvan még a pattanó, Takács gyűjtötte be. Most azért látni a küzdést, a hajtást a zeténél is. Egy picit
elaludták a meccs elejét. Jó megoldás. Barnett. Aj, de szép volt! Na, mindjárt kevesebb a kritika a nézőtérről, és inkább a taps dominál. 17-20, egy triplánya különbség. Takács. Stark. Szabó Zsolt. Igen, ezt ismerjük. Szabó Zsolttól. Egy triplával lendítette tovább a fehérvári csapatot. Egy hiba Davisnél, neki már nem az első, hanem a második. Starknak, illetve neki van két-két hibája. Az egész mezőnyben többieknek csak egy vagy egy sem. Kettős cserezeténél jön vissza Wilson, illetve jön Polster, aki... Igaz, hogy ez a zalaegerszegi nevelés, de az elmúlt években azért nem keveset töltött, kosarazott a fehérvári csapatban. Horthy egy gyönyörű mozdulattal elengedett tempó, ami végül is célba ér, mármint a labda, nem a tempó. Horthy is most már rádob a két pontjára. A második kimarad, nem sikerült Barnettnek elhozni a pattanót, Davis. Stark. 18-23. Szabó Zsolt fogna pozíciót Sógi mellett. Nem sikerült megfogni a labdát, vetődött érte Barnett is. Wilson a levegőben próbálta blokkolni a labdát, itt egyértelműen látszott, hogy alkart ért. Jár is érte a falt, illetve a két dobás is. Wilsonnak az első hibája, hármas csere a vendégeknél, jön Balsai nullással, aztán 13-assal. Lukács Norbert, ugye ő kezdő volt, ő tért vissza, illetve hármassal Pongó Marcel, ő is kezdett. Wilson, Barnett, el kellett engednie, mert lejárt az idő már, nem a támadó idő, hanem a negyedből. Hátralévő 18-24-jel zárul az első negyed, és jövünk.
Elkezdődött a második negyed, az ETE indította útjára labdát, Wilson. Egyelőre Pongóval nézett farkas szemet, Horthy, nem engedték el. Az pedig egy nagyon rosszul visszatett labda. De szépen oldotta meg Davis. Három pontos, ugye az előbb egy büntetője ért célba. Még az első negyed végén. Parks 18-26, megint közelít a tízes különbség felé az előny. Barnett ebbe benne volt azért minden, aminek benne kellett lenni. Azért a feszültségből bőven lehet kiadni ilyenkor. Bár mondjuk, hogyha idegenben lenne ez a meccs, valószínűleg nem tette volna meg, mert az irritáló azért az ellenféle, illetve az ellenfél szurkolóira nézve is. Hát azt nagyon-nagyon úgy tűnt, hogy ott azért volt egy picit totyogás, de most már ennek nincs jelentősége, mert lejárt a támadóidő. Azért az egy jó védekezést mutat, hogyha nem tudnak 24 másodpercen gyűrűt érően rádobni legalább az ellenfél játékosai, tehát ezt azért szokták a pálya széléről is honorálni, nem kis tapssal, illetve a játékosoknak is azért jó érzés. Wilson meg beemel egy triplát, volt már egy duplája korábban, az előbb mondtam, hogy 10 pontot közelíti megint a különbség. Az egy triplát közelíti most, vagy pontosan annyi, 23-26, tehát ennyi. Papp Péter sportszerűtlent fúj erre a megoldásra. Megnézik a játékvezetők. A Parksnak beírták közben az első személyét. Ha nem kezet fogott, hanem a labdára ütött rá, akkor én nem gondolnám, hogy sportszerűtlent kell adni. Azáltal, hogy a labdára ráütött, és esetleg azzal együtt a kezet is elérte, az nem gondolnám, hogy sportszerűtlen. Ha egyértelműen kézre ütött, tehát labdához nem nagyon volt köze, ebből a szögből ez nem igazán látszott, akkor viszont fújható akár a sportszerűtlen is. Egyértelműen a kosár megakadályozása volt a cél, de hát melyik megmozdulás nem az védekezésben. Matthias Zollner elég higgadtan követte az eseményeket, marad a sportszerűtlen. Nem túl népszerű most az a Legerszegen Papp Péter. De az ellenőrzés után is fenntartotta az első döntését. Uha! Aminaka éppen, hogy el tudta dobni a gyűrűig az elsőt. Általában ilyenkor a második csont nélkül szokott célba érni. Nem ment be egyik se. Aminaka egyébként az előző szezonban a Deac együttesében játszott. Ő róla írják azt, hogy nigériai magyar kettős állampolgár. Megvan még a vonal előtt Lukács. Egy remek védekezés Horthytól. Akár egyenlíthet is az ETE. Létszámfölény menezete. Hát
Forti most nagyon kosarat akar szerezni, elég egy centivel vagy két centivel odébb dobni, vagy föltenni a palánkra, tehát hogy annyival menjen el a tengelytől, aztán mindjárt más szögben érkezik vissza. Tehát ez, aki kosarazott, mindenkivel előfordul azért a pályafutása során, nem egyszer, nem kétszer. Nem ment be, jó volt az irányzék, Wilsonnál egy picit hosszúra emelte. Lukács. Marad a 23-26. Barnett lépett ki rá, aztán Pongo. Megvan a pattanó Barnettnél. A Smith volt az, aki kitette Pongónak. Nem sikerül most egyelőre Barnettnek sem betalálni távolról. Azért tudják itt Zalaegerszege, hogy vajkeze van. Talán a legképzettebb zalaegerszegi kosaras, Jordan Barnett. Sőt, nem lehet, hanem biztos, hogy ő a legképzettebb játékos. Ezt megérdemelte a Facuade. Nem tudtam, hogy hogyan kell a nevét kimondani, aztán egy picit magasra sikerült most Rikózi rádobása a palánkon, talált magas pontot. Lukács, Facuade. Sikerült elhozni a pattanót, Vojvoda. Egy remek védekezés Takács részéről, majd a szép testcsel Barnett, ez belemenés. Van egy időkérés, remélem nem lepattanót mondtam a támadó falt helyett. Van egy időkérés, 6 perc, 5 másodperc, 23-28. Oldalról a vendégek jöhetnek, Lukács, aztán Pongo. Facuade. Említettem, hogy ő Egyiptomból érkezett az Albához. És több videó is fönt van róla. Megosztó portálon, mondom, a nevének kiejtése miatt nézte meg elsősorban, de hát aztán belefeledkeztem a meccs részletek nézésébe, olyan dolgokat produkált. Amik azt szokták mondani, hogy minden játékosról lehet igen-igen látványos összevágásokat készíteni. Nem megy be, Dikózi emelte föl.
Vojvoda. Ő neki ez új gyakorlat. A három dupla után most egy tripla. Így 9 pontos Vojvoda Dávid. És megint 10 közelében az Alba előny. Holton, húha. Úgy fejbe dobta a palánkot, maradjunk ennyiben. Ha ez bement volna, akkor átlépi azt a bizonyos 10 pontot az Alba előny. Így marad a 8. Wilson. Takács. Wilson. Hú, ez nagyon rövid. Pongo. Szép megoldás. Omenaka. És jön egy újabb időkérés. Méghozzá az Eténél. 4 perc 29 másodperc van még hátra a nagy szünetig. Huszonhárom-harminchárom, tehát megvan a 10 pontos különbség. A Bucks. Barnett jönne zárni. Takács. Kapja vissza a Barnett. Kicsúszott a kezéből a labda. Facuade Vojvoda. Ezt úgy rendesen derékba kapták. Szolner már mutatta is a játékvezető helyet, hogy mi a teendő. Ezt is megnézik Szolner kérésére. Német szakember közben rajzolott a pálya szélénél, megteheti. Csak ugye volt annak idején egy hasonló szituáció, akkor nem rajzoltak, csak összegyűltek az ellenfél játékosai. Horthy oda ment hallgatózni, aztán őt meg jó páran meglökötték. Amiből aztán nem kis vita kerekedett, nem csak a mérkőzésen, hanem utána közösségi portálokon, fórumokon. És annak volt igaza, hogy ha nincs hivatalos időkérés, akkor abban nem lehet gátolni, hogy ő oda sétáljon a pálya bármely részére. Legfeljebb nem egy egészséges állapot. Sima falt lett belőle, sportszerűtlen nem. Pongo. Volt egy kis vita Smithnél, hogy az ő kezét megütötték. Innét nem látszott, de lehet, hogy igaza van. Barnett. Kimaradt az első pár dobása.
aztán el is veszik tőle a labdát, most nem megy Barnettnek, az viszont nem jó Zalai szempontból, mert talán ő az a játékos, aki meccset tud nyerni, akár egy maga is, vagy legalábbis annyit hozzátenni, hogy a csapat behúzza. Voltak már szenzációs meccsei Barnettnek, eddig nem találja a helyét a mai találkozón. Pax. Hát az meg luxus lenne, hogy az ETL ilyen kvalitású játékost mondjuk ültessen egész találkozón. Mert hát ha... Aj, emberről De Kózi. Nem sikerült labdát lopni az etének, Vojvoda. 26-33. Smith. Valamivel több mint 2,5 perc van még hátra. A nagy szünetig, és van egy szabálytalanság Holtonnál. Ez volt a ZTE negyedik faltja, csapat faltja. Egyelőre három van fönt, igen, most már villog a négyes. Lemegy Holton, jön Horthy. Amenaka. Uha. Úgy tűnt már, hogy megvan a labda. A Fakua, de visszaszedték kétszer a saját lepattanójukat. 26-35. Nem sikerült elhozni. Pax. El is egy tripla. Nyolc pontos Pák, 29-35. Azért úgy lerázni nem hagyja magát a Zete, igaz, hogy egyenlíteni vagy átvenni a vezetés sem sikerült. Marad a labda a Zeténél. Becsületére legyen mondva Páksnak, hogy saját lepattanóját még majdnem visszaszedte, el tudta előle ütni a Pongó Marcell. Így marad a támadás joga az eténél, jön vissza Takács, Vojvoda ül le, Amenaka is leül, és mindenki leül. És Öjtöri Tamás kér egy kis türelmet. Zollernel van egy kis megbeszélni valója. Ott van Davis, Takács, Stark, Smith, illetve Fakua, de az Albánál. Aztán jön még egy tripla. Kózi gyors egymás utánba berámolt 2-3-ast. Megint csak egy triplányi a különbség. Az előbb még 10 pont volt. Jó kezű játékosok vannak, meg az, az igazság, hogy ezt bemutatják nem egyszer, nem kétszer. Viszont a gépezet az még mindig egy kis olajozásra szorulna az eténél. Horthy Bálintnál láttak faltot a játékvezetők. Ez volt az ötödik csapathiba, tehát innéttől már, mondjuk igaz, csak egy perc, 5 másodperc van hátra a fél időből. Takács bedobja az elsőt közben. Az elmúlt negyedben is 2-ből 1 ér célba, most a jobb arányt mutathat be, ha a második is behuppan a gyűrűbe. Megvan. 3 célba ért büntető, így 3 pontos. Takács Milán.
Hortinak írtak faltot, most már az utolsó percen belül járunk. Smith. Így van. Nem mertem mondani, de mutatta előttem Parks. Ott volt egy szökkenés labdával a kézben. Még jó, hogy Söjtori Tamás ébren van. Parks. Bő fél perc még. 32-37. Nagyon lapos ívben érkezett, még laposabban, mint ahogy el szokta dobni Páksz a távoliakat. Muszáj volt felemelnie, mert lejárt volna támadó idő. 15 másodperc még. Ugye a 6 volt közte az első négyed után. Érkezett egy tripla a túloldalról. Davis. Ez meg nem megy be. Közte 8, akkor ezt a negyedet is az Alba nyerte 2 ponttal.
A harmadik negyed kezdődött el, és Vojvodánál a labda. Matek nem volt az erősségem, ugye mondtam, hogy 18-16-ra, nem 16-14-re nyerte a második negyedet az Alba, most pedig érkezik egy hármas, méghozzá Pongótól. Volt már neki korábban egy triplája, 32-43, 11 pont a különbség, Wilson, a szép betörés Wilsontól. Ő 7-nél jár, 34-43 Vojvoda. Facuade. Hortinál volt egy szabálytalanság, és neki most már a harmadik. Figyelnie kell majd Horti Bálintnak, nehogy gyorsan összeszedje a negyediket is, mert onnéttól már muszáj lesz levinnie majd Amir Mutapcsicsnak. Nem ment be Vojvoda föltett labdája. Bikózi. Egy szép megoldás. Leszette a pattanod, végigvitte, bedobta. Két triplát dobott korábban, 8 pontos ezzel. Ezt is megnézik. Az a baj, hogy ezt, vagy ezeket a szituációkat szabad szemmel nagyon, hogy elérte a holdpontot, zenített a labda, íve vagy nem. Tehát sem a háborgók, sem a játékvezető szerintem ezt visszanézés nélkül biztosra nem tudja megítélni. Ezért is jó döntés, jó a kettes. Lukács Norbert kapta a pontot, és ez volt az első találata eddig a meccsen. 36-45 az áll a táblán. Wilson. Másfél perc már eltelt a harmadik felvonásból. Pax. Wilson. De Cozy. Barnett-tel szemben van szabálytalanság. Jókorát esett az amerikai játékos. Facuadénél volt a falt. Ő hagyta ott a lábát. Dobhat kettőt majd Barnett. Ezt is megnézik. Úgy gondolom, hogy itt pedig a sportszerűtlen lehet esetleg a levegőben, hogy nem volt a szándékos, vagy esetleg egy gáncs a Zalai légióssal szemben. Sima kettes. Ez a hetedik pontja Barnettnek. Láttuk őt már extra formában dobálni egyelőre. Ezen a meccsen nem igazán jöttek össze az elején a távoliak, aztán nem ismert már inkább rádobni, nehogy újra hibázzon és az ellenfél profitáljon belőle. Vojvoda. Facuade. Gyönyörű megoldás. 8 pontos. 38-47. Wilson. Horti.
Parksnak hagyja ott. Csak egy ijesztés volt. Omenaka hozta el. Aztán azzal a lendülettel is adja az Alba. 2,5 perc telt el a harmadik etapból. Pax őrzi 10 pont körüli előnyét a fehérvári gárda. Az ETL pedig az egyértelmű falt volt, ott fogott Pongó. Alapról lehet jönni. Horthy. Gyönyörű. Horthy leszette, aztán egyből teszi is vissza. Palánkról talál be. 40-47. Lukács. Vojvoda. De úgy számol az Alba, hogy ezt, illetve a következő két meccset is megnyerik. Egy jó bejátszás, zsákolás a vége, Omenaka. Két hazai találkozók lesz majd az Osa Lions, illetve a szegediek ellen. Ugye az Ete majd Szolnokra utazik, az utolsó körben pedig a Sopront látja vendégül az egerszegi gárda. Barnett. Nem jönnek a távoliak. Fakvárde indult el. Vele szemben szabálytalankodtak. Kettő büntetővel folytatódik a játék, 40-49-nél járunk, Fakoade a vonal mögött. Jó az első, egyébként az angol kommentátor is így ejtette a nevét, már nem vagyok benne biztos, hogy ez a helyes, de ők azért valószínű, hogy jobban tudják, mint én. A második is bent van. 40-51. Holton, De Kózi, Német, gyönyörű, Német Ákos is most már pontszerző, 42-51, Stark, Vojvoda,
Ott Ákosnál volt a falt. Második hibája. Körvendről érkezett játékosnak, Vojvoda. Ez rövid. Csere lesz. Éppen Vojvoda megy le. Smith érkezett vissza a pályára. Valamivel kevesebb, mint 5 és fél perc van hátra a harmadik negyedből. 9 ponttal vezet az Alba. Wilson. Volta jött zárni, nem tudta kihasználni. Wilson. Sőtöri Tamás mutatta, hogy marad az Eténél a labda. Megmondom őszintén, innét meg mást láttam. Mint hogyha egerszegi játékos alkarjáról csorgott volna tovább a labda. Tehát ennyi a távolság befolyásoló ereje. Vagy ennyire rossz a szemem. Omenaka nem tudom miért reklamál. Hát egy pillanatra Német Ákos melkasát tolta meg, vagy ott érintette, hogy próbálja lassítani az indulásban. Omenakának a második faltja ez. Csapat szinte 3-3. Német remekül indult el, csak nem értették meg egymást Holtonnal, és azért ezek már bosszantó hibák. Hát az, hogy Barnett szokásosnál gyengébben játszik. Németnél van újabb hiba, neki most már a harmadik. Csak úgy, mint Horthy. Ő is akkor 3 hibával áll. Jön Davis, Omenaka helyére. Szezon elejét rontotta el az Alba. A 11 mérkőzése mindössze 4 győzelmük volt, aztán a utóbbi időben, mondjuk január közepétől számolva mentek jobban. A fehérváriak. Takács. Vált ütközött Takács, illetve Holton? Igen. Talán nincs probléma, Takács oda ment, elnézést kérni, hát nem ő volt a vétkes, nem ő kereste a kontaktot. Attól függetlenül nagyon sportszerűen oda ment Holtonhoz egy pacsira. Jön vissza Parks, most lemegy De Cozy. Majdnem 4 perc még hátra van a harmadik negyedből. Most picit szerencsés kosár, eddig csak büntetőből talált be Takács Milán. Hatból ötöt beemelt. 42-55, most már azért nyílik az a bizonyos olló. 11-ig el szokott menni az Alba előny. Most ezen már túl vagyunk. Ami egy picit érdekes számomra, most nem az ítéletet vonom kétségbe, amit Papp Péter akár most, akár korábban jelzett, hanem
a három játékvezetők közül ő volt a legkedvezőtlenebb pozícióban, hogy rálásson az eseményekre. Nyilas István, illetve Söjtöri Tamás is jobb szögből nézhette, illetve közelebbről nézhette talán a szituációt, nem ők fújtak. Mind a két büntető kimarad Wilsonnál. Nem vissza de Kózi majd nem sokára. Davis. Olyan, mint hogy a világ legtermészetesebb dolga lett volna. Shahid Davis, ahogyan beemelte a gyűrűbe. De csak edzés előtt pötyögött volna, ott ilyen kis játékkal dobálgatott. Németh Ákos, nem jó. Ettől a negyedtől lehetett tartani inkább, az első kettőt is elvesztette az Ete, de a harmadik a kritikus pont, az a gyenge láncszem az alaiak játékában. Eddig ez bejött, igaz, még majdnem 2,5 perc hátra van, ez alatt azért lehet egy picit szépíteni az eredményen. Polton, illetve Takács nagy birkózásban. Barnett végre. A sokadik rádobás ez Jordan Barnettnek, amikor aztán végül betalál egyszer a vonalon túlról. Jön egy időkérés Alba részéről, 45-57-12 a különbség. Alapról hozta az Alba, Stark, Takács, de Kózinál lesz a hiba, Smith kezére ütött rá hátulról, és ez az ötödik csapatfalt az Eténél, tehát innéttől ez a közel 2 perc, ami még hátra van, 1:56. Minden faltot majd büntető követ. Mondjuk ott van az Alba is a határon, ők eddig 4-szer hibáztak ebben a negyedben. Jó az első, Smith büntető, 3 pontos. Denzel Smith Junior. Most már 4. Parks. ...59-45 a vendégeknek. De Kózi... ...nem sikerült Holtonnak visszapecizni. Azt nézem, Holtonnak van egy duplája, még az első negyed elején... ...volt egy visszatett labdája. De azon kívül nem tudott betalálni, pedig voltak igazán jó mérkőzései. Közelről, távolról... hatékony volt,
most ez, ezen a találkozón nem igazán mondható el. Barnett. Parks. Német. Stark indult a nagy lendülettel, aztán inkább megfordult. Kapja vissza Davis. Barnett. Még 45 másodperc van hátra a harmadik felvonásból. 14-jel vezet az Alba. Már csak 12-vel. Ez a csak azért idézőjeles, mert ez még tetemes előny. Parks eléri a 10 pontot. Barnett meg van 11. És ezzel a Barnett-től gyengének tűnő játékkal. Akkor ez sportszerűtlen. Ez nem sportszerűtlen ilyenkor? Akkor nem. 12,8 másodperc. Jó, az első Parks büntető. Jó, mind a kettő. Jön Wilson. Holton ment le. Vojvoda. 8 másodperc. Nekünk takarásba volt a szituáció. Úgyhogy nem tudom vitatkozni most az ítélettel, de ott többegerszegi játékos is mutatta, hogy nem az Albának kéne jönni. Úgy van, Vojvoda dob egy szép triplát. Ezzel 49-62, 30 perc játék után.
elkezdődött a negyedik negyed. Végül is aztán az utolsó triplát nem hármasnak jelölték, pontosabban az utolsó rádobást nem hármasnak jelölték, az Albánál nem csak kettesnek. Úgyhogy nem igaz, amit mondtam, 49-62, nem csak 61. Tehát 21-17-re nyerte a harmadik felvonást az Alba. Alapról Páks jöhetett. Horti. Egy szép tempó Horti Bálintól. 7 pontos. Átlépi a fél százat ezzel az ete, és megint 10 közte. Ez volt a meccs nagy részére a jellemző azért, hogy ott billegett az Alba előnye 10 pont körül. Lukács. De Kózi hozta el a pattanót, aztán nagy lendületten elindul. Vojvoda állította meg. Na, ezek a sima faltok. Emelte is a kezét Vojvoda, Dávid nagyon sportszerűen, ami az a tipikus megállító falt. Második hibája volt ez a találkozón. Nem véletlenül Magyarország egyik legjobb játékosa, hanem a legjobb játékosa. Barnettnek kapnak bele a szemébe, aztán még Stark van fölháborodva, hogy miért is fújták le. Jön a helyére Pongó. Ugye ezzel a hibával ő kipontozódott, négy faltja volt korábban. Páks. Barnett kéri el. Lukács vele szemben. Vojvodára fújják. Pap Péter. 0-4 faltokat tekintve, igen, Vojvoda harmadik hibája került föl a táblára. Zetének még ez alatt az 1 perc, 15 másodperc alatt nem volt hibája, négyek szedett össze a fehérvári gárda, de Kózi jobban járt volna, ha fölemeli, vagy pontosabban, ha be is dobja, miután fölemelte, mert addig eljutott az amerikai fiú. Több kipontozódás szélén álló játékos nincs a mezőnyben, 3 falttal rendelkeznek többen is. Német. Levegőből nem olyan egyszerű, lett volna talán annyi idő, hogy megfogja valamelyikük, akik ott léptek a pattanóért. A falttal együtt Hortinál a hiba, na most Horti 4 faltos. Davisnek pedig egy 3-ast el lehet könyvelni. Meg még rádobhat egyet. Német Ákos ül le, jön Wilson. 51-64. Jó a plusz egy. 65. 51 az Albának. Az a baj, hogy sokszor olyan esetlegesnek, adhoknak tűnik az ETA játéka. Ez most fép szerelés, de Kózitól. Szépen oldotta meg. Ő is eléri a 10 pontot, mármint De Kózi. 53-65. Kevesebb, mint 7,5 perc van még hátra a találkozóból.
Ez lett volna a sansz az Etének, ha az Albát megverik, akkor előnybe kerülhettek volna. Horthy nagyon sportszerűen elismeri, hogy ő ütötte ki, meg is kapja érte a tapsot, bár ez az Etének nem jó hír. És jön egy időkérés a vendégeknél, 53-65-nél. Vojvoda jöhet majd oldalról. Most már fölálltak a játékosok. Smith. Amíg az lett volna szép, hogyha ezt odaadják az Albának. Vitte volna Fako ide. Tizenkettő a különbség. 7 perc van még hátra találkozóból. Nem ledolgozhatatlan, de ott sokkal, de sokkal jobb játék kellene. Barnett. És az Alba kapja a labdát. Ugye az a kis nyíl ott a zsűri asztalnál jelölte, hogy erre fele lehet majd támadni, ez ugyanaz, mint hogyha ketten fogtak volna rá a Lastira. Szerencséje volt az Etének. Pax. Barnett. Hát ő ilyet szokott dobni. Nem egyet vagy kettőt, hanem van, amikor 5-6-7-et. 10-en belülre jön ezzel az Ete is 14 pontos Barnett. Az idei esztendőben talán még ennyire enerváltan nem játszott Jordan Barnett, bár a statisztikai mutatói nem lesznek azért annyira rosszak, mert jó pár lepattanót elhozott, meg a pontokat tekintve is a ZT a legeredményesebb játékosa, de ő ennél háromszor többet tud. Pongo nem tudja, hogy mi is történt valójában, amiért a síp megszólalt. Ez volt az 5. faltja az Albának. Ha mind a kettő bemenne, akkor 7-re közelíthetné meg gázutcaiakat az Ete. Első bent van. De Kózi üldözi Barnettet pontok tekintetében, illetve Pax. Mindketten 12 egységet gyűjtöttek eddig, de szerintem szívesen lemondana bárki róla, hogyha egyikük sem dobott volna egy pontot, de mondjuk az Ete vezet 8-10 ponttal. Vojvoda. Horthy ügyesen oldotta meg. Marad a labda az Eténél.
Lassan-lassan közeledünk a utolsó játékrész feléhez. Jön német Ákos, Horti ül le. Egyébként a csupaszív játékos Horti Bálint, tehát őról azt azért egyetlen pillanatig nem lehetett mondani, hogy ne akarná, vagy ne tenne meg mindent bármelyik meccsen a győzelemért. Pax! Ma ő is jól teljesít, és utoléri Barnettet pontokat tekintve, és 5 pontra fölzárkózik az Ete. Vojvoda, ez nem jó. El tudták hozni a támadó pattanót a kékmezesek. Smith. Pák szemelte a kezét. Ő volt a vétkes. Ez a második csapathiba az Eténél. Alapról jöhetnek a kékek. A Fakvád, aztán Pongó. Nagyon messziről, és be is talál Pongó. Csak 3-as dobott a mai meccsen, abból 3-at. Egy picit meggondoltabb támadás vezetéssel az ETA akár ott maradhatott volna még az Alba nyomában, így viszont megint visszaáll a 10-es különbség. Smith begyűjtött, aztán visszatett egy labdát, 60-70. Alapról indult az ETA támadása, kevesebb mint 4 perc, és 10-zel vezet az Alba. Ez sem behozhatatlan, így azért csökkennek az esélyek az alaiak számára. Smith bűvöl egy picit, ugye ez az az időszak, amikor már egy NB1-es csapatnak tudni kell azt, hogy hosszút játszok, az utolsó pillanatban dobom el, és ha lehet, akkor pontot érek el belőle. Hát Vojvoda ezt valahogy a hóna alól indítva eldobta csont nélkül, bevágta Barnett, ő nem. 3 perc még, 13-mal vezet az Alba, és azt hiszem, hogy nem lesz gondja a fehérváriaknak, hogy megnyerjék ezt a találkozót, teljesen megérdemelten, teszem hozzá gyorsan. Ez az, amit tud Vojvoda Dávid, és amiért mondtam, hogy ő a legjobb Magyarországon. Jön egy válasz Wilsontól,
63-76. Acquade, Pongo. Smith. Egy jó belépő után. Egy kettes. Jön egy válasz, de Kózi kettes. Most már azért a védekezés egyik oldalon sem dominál. 65-78. Kevesebb, mint 2 perc. Még egy hazai találkozó lesz majd, hogy említettem az Etének. Omenaka teszi vissza, meg még egy faltot is ütnek az egerszegiek. Horti kimegy ezzel. Jön Révész. Omenaka még egy büntetőhöz odaáll. Ez is bent van. Wilson. Egy 27, még alapról az Ete jön. Maga biztosan nyeri a találkozót az Alba Fehérvár. És ahogy mondtam, teljesen megérdemelten. Zeténél nem látni igazából azokat a figurákat, amikkel tudatosan építenének fel támadást. Egyéni megoldásokat próbálnak erőltetni, mert képességeket tekintve nem lehet egyik amerikai játékosra is azt mondani, hogy ő bizony egy alulképzett, vagy bármilyen tekintetben is elmaradna esetleg a többi légióstól, nem kiemelkedőek, Barnett képesség alapján igen, ez egyértelmű, de vannak olyan napok, amikor nem jön össze semmi. Omenaka más fordulaton pörög az Alba, gyorsabban játsszák a játékot. 67-81, 1 perc, 7 másodperc van még hátra. És azt a sanszot, amit adott a tegnapi nap az Etének, hogy kikapott a Paks, illetve kikapott a Pécs. De ha tud Paks ilyet, akkor miért nem dob több ilyet? 2 tripla részéről. 70-81. Lukács. Omenaka még begyötörte. Barnett a harmadik hármasa. De Kózival együtt ők lesznek a legeredményesebb. Egerszegiek 17 pontot szerez mindkét játékos, de ez a 10 közte, ez abszolút a realitást mutatja. Még 20 másodperc van hátra. Sőt, még egy gyors ellentámadásra 10 alá lehet faragni, de már nem fogják. 83-73-ra nyer az Alba. Ezt a negyedet az Ete nyeri 24-22-re, ha jól számoltam, ha nem, akkor elnézést érte, de továbbra is az utolsó hármas egyik szereplője az ETE, és a hátralévő két mérkőzésen sem az alaiak lesznek majd a favoritok, sem szolnoki kiránduláson, sem pedig Sopron ellen.
hazai pályán majd. Aztán jöhet majd a középszakasz, ahol három csapatnak szinte biztos a kiléte. Pécs ZT atomerőmű, hogy ki lesz majd a negyedik, a Nyíregyháza vagy az Osa Lions. Én úgy gondolom, hogy a Nyíregyháza csatlakozik majd ehhez a trióhoz, hogy oda-vissza egyszer egyet-egyet megmérkőzzenek mindenkivel, és majd kialakuljon a végső sorrend, aminek a két vesztese, mármint az utolsó, illetve az utolsó előtti helyezett playoutot játszik. Én még egyszer a végeredménnyel búcsúzom, az Alakeremi a ZT-ek KK, Alba-Fehérvár 73-83, további kellemes hosszú hétvégét kívánok mindenkinek, a viszontlátásra, viszont hallásra.